Gyermeknapra és piknikre várta a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Kisfaludra a városrészben élő családokat. A közösségi házban és a sportpályán az egész napot felelő ingyenes programkavalkádban játékok, arcfestés, zenés-mesés színpadi műsorok és népszerű muzsikusok játékos koncertjei szórakoztatták az ünnepre érkezőket. Minden korosztálynak, generációnak ma már megvan a napja. A gyermeknap nekem azért különösen kedves ma, megkihozhattam a három unokámat, és amikor jöttünk, akkor kérdezték, hogy Miki papa apák napjára is elviszel bennünket. Mondom, nagyon szívesen, csak még nem tudom, mikor lesz. A műsor a Pitypang zenekar családi koncertjével kezdődött, a népszerű muzsikusok táncba és közös éneklésre hívták a gyerekeket, de természetesen a különböző udvari játékok és foglalkozások is nagy sikert arattak. A napsütéses szombaton Cserpalkovics András polgármester és Róth Péter alpolgármester is kilátogatott a rendezvényre, ahol Horváth Miklós Csaba, a városrész önkormányzati képviselője örömének adott hangot, hogy idén is sokan választották a hagyományos családi találkozót. Itt a zenés-táncos programok is megkezdődtek már a kisebb korosztálynak, és valóban nagyon sokan szívesen jöttek ki a városból is, de azért mégiscsak a Kisfaludiak napja ez. A hagyományokhoz hűen az ünnepen a szülők, a nagyszülők, a töpörtyük és a nagyocskák is mosolygós, nevetős napot tölthettek együtt a bensőséges hangulatot biztosító programokon.